Sziasztok, Esztergályos Viktória vagyok. Ebben a videóban egy nagyon egyszerű nyári smink elkészítését fogom megmutatni. Az első, vagy inkább talán mondhatjuk a nulladik lépésnek az arc előkészítése. Miből is áll ez? Először is arctisztításból, hidratálásból, és ne feledkezzünk el a fényvédelemről sem. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhet az alapozás, a korrektor, esetleges bőrhibákra vagy a szem alatti karikákra, illetve végül fixáljuk púderrel. Egyáltalán nem kell vastag réteg alapozót felvinni, még akkor sem, hogyha van egy-két bőrhibánk, inkább ne legyen teljesen tökéletes a bőrünk, mintsem természetellenes legyen a hatás. Amikor az alapozással megvagyok, akkor egy kicsit megigazítom a szemöldökömet, ahol egy picikét hiányosot feltöltöm, illetve átfésülöm a szálakat. Térhetünk a szemekre. Első lépésként egy szép, barnás, bronzos szemceruzát viszek fel a teljes szemhéjamra, ez alapként fog szolgálni a porállagú szemfestékeknek. Így sokkal tartósabb lesz és sokkal élénkebbek lesznek a színek. Hogyha megvagyunk ezzel a kis maszattal a szemhéjunkon, akkor ezt szépen újjal eldolgozzuk. Ezután jöhetnek a porállagú szemfestékek. Egy ilyen nagyon-nagyon szép, bronzos, barnás árnyalatot választottam, ezt felviszem a teljes szemhéjamra. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor egy matt, középbarna árnyalatot választottam, ezzel szépen az éleket el fogom satírozni, itt a mélyítő vonalban. Szemöldök csontomra egy ilyen nagyon szép világos, matt bőrszínt választottam. Ezután egy barna, vagy egy kicsit akár bronzos szemceruzával egy nagyon vékony kis vonalat húzok a szempilláim tövébe, majd azt pedig elsatírozom egy fültisztító pálcikával. Az alsó szempillatövekhez is felvisszük ugyanezt a barna szemceruzát, majd ugyanúgy egy picit eldolgozzuk a fültisztító pálcikával, végül pedig fixáljuk a szemhéjon is használt szép bronzszínű szemhéjpúderrel. Ezután már csak egy aprócska lépés van hátra, és el is készül a szemsminkünk, méghozzá a szempillaspirálozás felül és alul is jó alaposan.
Ezután már csak két lépés választ el minket attól, hogy a teljes sminkünk elkészüljön, az egyik az arcpirosítás, a másik pedig a rúzs vagy szájfény használata. Én most egy nagyon szép, visszafogott, ilyen kis rózsaszínes, barackos arcpirosítót választottam, a számra pedig egy rózsaszínes szájfényt. És ezzel el is készültünk a sminkkel, ahogy ígértem, tényleg nagyon egyszerű volt, és színeiből adódóan szinte bárkinek jól áll. Remélem, hogy tetszik nektek, hogyha igen, akkor feltétlen próbáljátok ki. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!